Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és egy új sorozatot hoztam el nektek, aminek mondjuk a címe legyen az, hogy nem tudom, mondjuk érettségizz le például, aminek az lenne a lényege, hogy elhoztam nektek pár darab játékot, ami játék pedig nem más, mint a Fortnite, a PUBG, a CS:GO, a League of Legends és a Hearthstone. Ebből a Fortnite-hoz azért úgy valamennyit úgy konyítunk, a PUBG-hoz talán valamennyit konyítunk, a CS:GO-hoz, hát nagyon-nagyon régen nem CS:GO-ztam, de valamennyit konyítunk, a LoL-hoz valamennyit konyítunk, talán a Hearthstone-hoz meg abszolút semmit. Úgyhogy ezekből fogunk leérettségizni, külön-külön videókban és külön részekben. A teszteknek az elérhetőségét le fogom tenni majd ide a videónak a leírásába, hogyha esetleg valaki ki szeretné tölteni, és szeretné megtudni, hogy mondjuk hanyast érne el az adott tantárgyból, akkor egészen nyugodtan megpróbálhatja. Én most a Fortnite-tal fogom kezdeni, aztán 3 naponta kijön majd egy külön videó majd a PUBG-ról is, a Fortnite, vagy a CS:GO-ról is, stb. Amiket említettem játékokat, úgyhogy 3 naponta várható ebből. A végén meg majd összesítjük, hogy melyikből mit sikerült csinálni, milyen osztályzatot. Ugye a végén kapunk egy osztályzatot is, úgyhogy nem is nagyon húznám a szót tovább. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy valószínűsíthetően ezeket a teszteket külön-külön, vagy nem tudom, a Fortnite-ot az biztosan, hogy kitöltötte már valaki, úgyhogy ezért elnézést kérek. Én nem igazán néztem ezeket, nem igazán tudok róla, úgyhogy én most úgy ülök neki, hogy nekülök, kitöltöm, aztán lesz, ami lesz alapon, jó? Úgyhogy jó szórakozást kívánok nektek, kicsit lassabban fogok majd haladni, hogy azért ti is tudjatok majd válaszolni a kérdésekre, és nem tudom, írjátok le kommentbe majd, hogy nektek nagyjából hányat sikerült eltalálni, jó? Na, akkor kezdjük, az első ugye a Fortnite játék lesz, azon belül is az első kérdésünk, az nem más, mint hány testlövéssel lehet megölni egy shield nélküli embert Epic Scar-ral? Hát Epic Scar-ral, ha jól emlékszem, akkor talán 3-mal vagy 4-gyel. Kérdés az, hogy ez mikor ez a teszt. 2018... Hát jó van, jó. Hát nem tudom. Én első körben azt mondom, te testlövésről beszélünk, én mondjuk a 3-at vagy a 4-et mondanám, azon belül is a 4-et. Jó, úgyhogy várok egy kicsit, hogy ti is eldönthessétek a ti verziótokat. Én azt mondom, hogy legyen 4. 3. Oké. Hello. Szia. Na, hát akkor megvan az első hibánk, úgy néz ki. Király, jön a második. Melyik a legnagyobb magyar Fortnite Facebook csoport? Ja, hogy itt vannak a cuccok. Na nézzük. Fortnite Hungary, Magyar Fortnite Közösség, Fortnite Hung Közösség, Fortnite Hungary Rage Quit. Húha. Én vagy a Fortnite Hungary-t mondanám, vagy a Fortnite Hungary közösséget. Nekem valamiért úgy emlékszem, vagy nekem valamiért úgy tűnik, hogy a Fortnite Hungary közösség a legnagyobb, és utána jön a Fortnite Hungary. Talán a Fortnite Hungary-nek van olyan, olyan 10-valamennyi, de azt hiszem a legnagyobb Fortnite közösségnek, vagy ilyen csoportnak valami 22-23 ezer embere van, nem tudom, én a Fortnite közösséget, így van, Fortnite közösség nyert. Szerintem nagyjából jól mondtam, a Rage Quit-nak azt hiszem olyan 7-8 ezer van, őket ismerem, ide szoktam is posztolni. A magyar Fortnite közösség, hát ezt nem tudom mennyi lehet, szerintem ez is olyan 4-5-6 körül van talán, de arra gudjatok, hogy esetleg tévednék. Na nézzük a következő kérdésünket. Ez pedig nem más, mint a 3-as kérdés. Mi volt a grafitik alternatív felhasználási módja? Csapdákat rejthettünk el vele, megjelölhettünk vele bármi fontosat jelzésképp, magunkra fújhattuk, hogy dizájnosabb legyen a skinünk, nem volt, csak poénkodásra volt. Én úgy emlékszem, hogy amire behozták ezt a grafitit, és amiért ugye mentek a videók, talán pont a Tifu volt az az egyik srác, aki ezt megmutatta, hogy csapdákat rejthettek el vele, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Volt olyan videó is, ahol megjelöltünk vele bármi fontosat jelzésképp. Ugye volt egy videó, ami szintén a szempont Tifujé volt, vagy nem is tudom, nem, egy ilyen funny Fortnite cuccba láttam, aminek az volt a lényege, hogy a csávó odaosont valami épület mellé, és volt ott egy olyan, hogy ne menj be, mert veszélyes ilyen felirat, és bement a csávó, és fölül volt egy rep, és így touch.
Igen, valami ilyesmi volt. Na, szóval én azt mondom, hogy csapdákat rejthetünk el vele, és igen, csapdákat rejthetünk el vele. Ugye le lehet őket fújni, és ezáltal kevésbé látszik. Na nézzük. A következő kérdésünk nem más. Hány másodperc alatt iható meg a csákzsák? Hú. Hát a csákzsákot elég hosszú ideig isszuk. Szerintem az 5 az nagyon kevés, a 20 az nagyon sok. A 15 vagy a 10 másodperc, hát most így belegondolok, hogy mondjuk lenyomom a gombot. Szerintem olyan 10. Szerintem a 10 az reális, a 15 az nagyon sok. Bár lehet, hogy 15 egyébként. Húha. 10 vagy 10, az 5 meg a 20 az kizárva. 10-15, én a 10-re satszolok, skacok. 15. Igen, 15. Jó van, hát ezt is elrontottuk. Remélem egy kettessel azért átcsúszunk. Jó van, képbe vagyunk keményen. Melyik LTM érkezett a legrégebben? Fogalmam sincs, haver. Na nézzük. Solid Gold, Sneaky Silencers, 50v50 vagy a Blitz? Hát én úgy emlékszem rá, hogy az 50v50 volt, ami talán a legrégebbi. Ugye avval kezdődött az egész, hogy behozták az 50v50-et, és akkor utána jöttek a különböző ilyen variációs dolgok, amik majdnem szintén ilyen 50v50-ben mentek. Ugye volt az a Blitz, a Sneaky Silencers, a Solid Gold is, amik majdnem ugyanavval a tulajdonsággal rendelkezett, csak egy kicsit meg volt színesítve, mint az 50v50. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez talán egy kicsivel egyszerűbb is az 50v50-et mondanám, bár nem tudom, majdnem a Chuck Jagosva is teljesen biztos voltam, aztán kiderült, hogy mégse. Úgyhogy... Jó van, oké. Na. Akkor jók vagyunk eddig, illetve nem, de mindegy. Az a lényeg, hogy ezt el tudtuk találni. Na nézzük a következő kérdésünket. Melyik sebző gránátot lehet a legmesszebbre elhajítani? Oké. Gránát, clincher, remote explosive. Ez azért jó, mert én relatív gyakran használok ilyeneket szórakozásból, és a clinchert és a remote explosive-ot azt eléggé... most megint csak egy beugratós lehet, mert a gránátot, én azt mondom, hogy a gránátot lehet a legmesszebbre eldobni. Aztán a clinchert, és aztán a remote explosives-t. Ugye a remote explosive az teljes mértékben egyetértettünk vele, hogy az egy viszonylag közelibb robbantásokra van, tehát mondjuk nem tud eldobni nagyon-nagyon messzire. A clinchert viszont nagyon messzire el tudod dobni, de a gránátot is. Viszont a nem tudom. Én most ezt félig letippelem, de én azt mondom, hogy érzésre én azt a gránátot mondanám. Clinchert. Oké. Szép volt, Jusukám! Szép volt, Jusu! Kapcsoljuk meg! Na, hát oké. Na, jön a következő. Van nekünk 3 darab ilyen cuccunk, az 27-et ér. Tehát akkor a 27-et el kell osztani 3-mal, ugye? Az 9. Tehát 9-et ér. Akkor 19, akkor a pisztolyunk az elméletileg 5-öt ér, mert ugye 9-et ér ez. És úgy jön ki a 19. Tehát akkor ezért 5-öt, ez 9-et. Na nézzük a következőt. Pisztoly, az 10, akkor ezért 13-at. Ugye? Akkor 13... Ugye jól mondtam? Igen. 13 meg 5, az 18, és ez pedig 3, az 21. Mert ugye a gyök 9, az 3. Remélem. Úgyhogy én a 21-et jelölném meg így első körben. A 19 biztos nem, 45 tuti nem, 27 sem, nem, 21. Tehát ez majdnem, hogy egyértelmű. Oké. Okay. Na, legalább matekból jó vagyok, na. Abból már leérettségiztem úgyis. Viszonylag jól. Na, nézzük a következőt. 8-as kérdésünk, hány kérdésünk van? Hány kérdésünk van? Megnézzük, hány kérdésünk van. 15, azt hiszem, nem? 15. Na nézzük akkor a következőt. Eddig szerintem olyan felesbe vagyunk. Na nézzük. Ezeket nem fogom tudni. Melyik kinézetet kaphattuk meg a második season-ös Battle Pass során? Huha. A Triceratopsot biztos nem, mert az nekem megvan, az 2000-be került. A Sparkle Specialist az nincs meg nekem.
A Brilliant Strikers sincs meg nekem, az Astronaut megvan, és én Season 2-ben még nem játszottam. Tehát az azt jelenti, hogy a Sparkle Specialist vagy a Brilliant Striker lesz az. Battle Pass or Skin. Szerintem én ezt elég sokszor láttam, egy nem, nem tudom basszus. Én erre tippelek, mert ezt elég sokszor láttam már a boltban. Úgyhogy... Sparkle Specialist. Hát akkor pont fordítva volt, ezt láttam sokszor és ezt nem. Jó van, GG. Na hát igen. Meglátszik, hogy nem játszottunk Season 2-ben. Melyik fegyvernek nincs bullet dropja? Na jó. A kacsavadásznak van, a bolt actionnek van, a semi-auto sniper, az assault rifle with scope. Én azt mondom, hogy ennek nincs. Így első körben. A bolt action szerintem a huntingot instant kizárhatjuk, mert annak 100%-osan van. A semi-auto sniper rifle, de nem tudom basszus. Most gondolkozom. Assault rifle. Oké, okay, be is jött, király. Jó. Ebben majdnem biztos voltam, hogy nincsen, de nem lettem volna meglepődő, hogyha mégiscsak ez lesz az. Mindegy. Na menjünk tovább, következőre. Tízes. Ki nyerte az első magyar Fortnite kupát? Hűha. HZ1 Pros, this game is doo-doo. Team 10, Elevated Minds. Hát nem tudom, nekem igazából egyik csapat sem rémlik. Abszolút fogalmam sincs, hogy melyik. Én, nekem valahogy ez az Elevated Minds, csak hogy kimondjuk szépen. Valamiért ez így bennem maradt. Meg talán a HZ1 Pro-t most így, ahogy nézem. Húha, hát ez nehéz kérdés. Ez tippelős lesz nekem. Fogalmam sincs. Nem tudom, nekem valamiért ez a név, ez beugrik. Király vagyok. Na, fasza, legalább. Ez félig azért ilyen tippelőske volt. Na jó, nézzük a következőt. Daily Fortnite Tournaments. Ki rendezte az eddig legnagyobb Fortnite versenyt? Dr. Lupo Ninja, TSM Meet, Chris Advice. Hát úgy tudom, hogy Chris nem igazán... milyen kép ez? Jézus Mária Szent József. Az kemény. Szóval nem valószínű, hogy Chris csinált már ilyet, vagy még. Úgyhogy őt nem tudom elképzelni. Meet, Lupo... fogalmam sincsen. Én simán kinézem Meetből és Lupóból, hogy csinált Fortnite versenyt, de mégis azért azt mondanám, hogy a Fortnite és a Fortnite verseny, meg hogy Epic Ninja kapcsolat, stb. Én a Ninja-t mondanám első körben. Ugye ő volt az, aki leginkább szerepet vállalt abban, hogy elterjedjen ez a játék. Szerintem ő is ennek az arca, nem véletlenül kék a haja. Szóval Ninja, nem? Tehát most, ha nem ő, akkor meg Dick ennyi. De szerintem Ninja lesz egyébként, így van. Ő is volt. Franco. Na nézzük a 12-est. Mennyi idő alatt válhatunk bokorra? Az ilyenekben nem vagyok jó. 4 másodperc, 3,5 másodperc, 3 másodperc, 2,5 másodperc. Szerintem a bokorra válás az elég sok idő, úgyhogy 3 másodperc vagy 4 másodperc között variálnék instant. A 3 másodperc az túl kevés lenne. A 2,5 másodperc főleg. Ez is félig tippelős lesz. Tudom, 3,5 másodperc? Nem tudom, a 4 az olyan soknak tűnik, illetve nem sok, de valahogy úgy, nem tudom. Inkább a 3,5-et mondanám, de valószínűleg 4 lesz. 3,5. Ez az! Nagyon jó. Nagyon jó. Na hát, csak egy kettesünk már csak összejön azért, de szerintem meg lesz egy erős hármas is, talán, hogyha így folytatjuk. Na nézzük a következőt. Melyik funkció nincs még bent a játékban? Oké. Okay. Balázs Spectate, Voice Chat, Itemek, helyénél. Gondolom az helyének akar lenni. Itemek helyének cserélgetése, random skinben dobjon be meccse. Ezen azért nem igazán nagyon
foglalkoznék túl sokat ezzel a kérdéssel, mert szerintem egyértelmű. Aki már egyszer-kétszer játszotta a Fortnite-tel, az biztos, hogy akarta már a másikat spektételni. És hát nem igazán találta. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a barát spektét, szerintem ezen túl sok minden nincsen variálni, ez majdnem, hogy 110%. Nincs benne jelen pillanatban sem még ez a barát spektét, nem hogy akkor, amikor még ezt kiírták, ezt a nem tudom milyen Fortnite érettségis kérdést. Úgyhogy ez majdnem, hogy egyértelmű is volt, sőt, teljes mértékben egyértelmű volt. Hány emotot lehet beállítani? Négyet, hatot, bármennyit, nyolcat. Elméletileg, ugye, ha a kockákat nézzük, akkor hatot, viszont, hogyha azt nézzük, hogy mennyit tudsz használni ebből, akkor az összeset, mert ugye görgővel tudod ezt use-olni bármelyiket. Nekem egyébként nem működik ez sem, mindegy. De a lényeg az, hogy elméletileg lehet görgővel. Úgyhogy talán én azt mondom, hogy bármennyit. Mert hogy hatot ki tudsz tenni a főképernyőre, hogy gyorsan, de utána igazából bármennyit be tudsz állítani, úgyhogy bármennyi. Jó, ez mondjuk egy kicsit ilyen átverős volt, mert a hat is simán jó lett volna válasznak, hogyha úgy nézzük. Na jó van, és nézzük az utolsó kérdésünket. Mire használható a piramis alakzat? Ezt is most már azért elég sokan tudjuk. Biztonságosan lőhetünk píkelve mögüle, kidíszíthetjük az erdőnket, vagy erődünket vele, ablakon bemászhatunk a segítségével, itemeket rejthetünk alá, mert senki sem számít rá. Hát biztonságosan lőhetünk píkelve mögüle, szerintem egyébként ez is jó. Talán biztonságosan lehet píkelni, viszont abba az irányba tudsz csak píkelni, tehát oldalt simán lelőhetnek, ergo én ezt így gyakorlatilag kikukáznám ezt a részt, mert hogy hát oké, hogy szemből mondjuk védve vagy, de oldalról, hátulról egyáltalán nem vagy védve, úgyhogy biztos, hogy nem tudunk biztonságosan píkelni mögüle. Kidíszíthetjük az erődünket vele, ez mondjuk opció lehet, ki tudjuk vele díszíteni, de nem valószínű, hogy ezért csinálták a piramist, hogy csak díszítgessünk vele erődöket. Ablakokon bemászhatunk a segítségével, ez nagyon fontos, ugyanis ez igaz. Tehát, hogyha ezt leteszed egy ablak elé, ami ugye lent van a földön, és van egy ilyen kis buckája, vagy ilyen kis pereme, akkor azon már nem tudsz bemenni, és hogyha próbálsz ugrani, akkor meg mindig fölé ugrasz, és hogyha leteszed ezt a kis piramis alakzatot elé, akkor be tudsz simán sétálni. Úgyhogy én első körben azt mondanám, hogy ablakon bemászhatunk, de nézzük a következőt, itemeket rejthetünk alá, mert senki sem számít rá. Hát ezt nem mondanám, hogy senki se számít rá, én mostanában mindig megnézem ezeket, mert hogy tényleg szoktak alá itemeket rejteni, de szerintem mindenki számít rá, hogy ott vannak cuccok. Úgyhogy ablakon bemászhatunk a segítségével, szerintem maradjunk ennyiben. Jó? Így van. Szerintem ezt valószínűleg ti is tudtátok. Hoppá, 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 skacok! Ötös! Nem semmi, ezzel még Drake is maximálisan elégedett lehet. 11 pontom volt. Na! Hát 11 pontom volt, skacok! Lehet írni a kommentbe a ti pontjaitokat, hogy mit tudtatok benne elérni. 3 nap múlva jövök a következő résszel, ami nem lesz más, mint a PUBG. Remélem, hogy tetszett ez a videó, remélem, hogy szeretnétek még a későbbiek folyamán is ilyen tartalmakat. Ha igen, akkor ne felejtsétek el jelezni nekem egy lájkkal, ne felejtsétek el jelezni egy feliratkozás gombbal, illetve tudjátok, hogy van egy 20.000 V-bákos össznyereményű nyereményjáték is, ami indul, annak is lent lesz illetve elindult, annak is lent lesz a komment szekcióban a linkje, oda is tudtok regisztrálni még, 24-én lesz a sorsolás. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is, jövök nem sokára majd a következő résszel, ahol a PUBG-t fogjuk tesztelni, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, Jussó voltam, sziasztok!